Január 6-án és 7-én világszerte több millió ortodox keresztény ünnepli a karácsonyt. A pravoszláv hívek ilyenkor nem dolgoznak, a gyerekek pedig nem mennek iskolába. A vegyes vallású családokban az ünnepeket a Gergely és a Julianus naptár szerint is megtartják. A családunk többi része ugye katolikus, és ők december 24-én ünneplik, viszont mi most, és ez ilyen lelki karácsony. Szenteste vecsernyével és tűzgyújtással ünnepelnek az ortodox hívők. Ilyenkor a templomban egy kis asztalkán frissen csírázott zöldellő búza, az élet és a következő év bőtermésének jelképe, valamint tölgyfaágak sorakoznak. Ezeket az ágakat, azaz a bádnyakot a liturgia után égetik el közösen. Ugyanúgy ünnepeljük mi is a karácsonyt, mint egyébként a keresztény világban bármikor. Az egy kicsit zavaró lehet talán, hogy január 7-én hogyan lehet karácsonyt ünnepelni. A világban sokféle naptárat használnak, így a keresztény világban is jelen pillanatban is kétfajta naptár van használatban. Egészen a 16. század végéig a Julianus naptár volt használatban, ezt váltotta föl később a Gergely naptár. Azonban néhány keleti egyház, így a szerb egyház is megmaradt a Julianus naptárnak a használatánál az egyházi időszámításban. Így bármennyire is furcsa, de mi ma jelen pillanatban ebben az órában 2020. december 25-ét üljük, és ezért üljük most a karácsonyt. Mivel együtt élünk ebből a környezettel és ezzel a világgal, ezért idézőjelben téve kénytelenek vagyunk, illetve szerencsések vagyunk, hogy kétszer ünnepelhetünk. Tehát nyilvánvaló a családtagjainkkal, barátainkkal, szomszédainkkal megüljük és felköszöntjük őket december 25-én, és utána másodszor pedig egyházi értelemben ott bőjtel imádsággal készülve pedig örömmel megünnepeljük január 7-én is, december 25-ét. A szentestén egy különös szerb szokásnak megfelelően az esti istentiszteletet meghosszabbítva a világértelme tűzszentelést tartunk, ekkor meggyújtjuk azt a tölgyfa ágat, ami nagy lánggal ég, kettős szimbólumot hordoz ez. Egyrészt emlékeztet minket arra a tűzre, amelyet Szent József gyújtott a jászol mellett, hogy felmelegítse a kisde gyermeket, illetve arra a világosságra, amit Krisztus hozott nekünk a megszületésével. Ez a szentestének a menete, aztán a mai napon, karácsony első napján, 25-én pedig egy szent liturgiával ünneplünk, és utána itt együtt a liturgia után megtörjük a 6-7-es böjtöt, és magunkhoz vesszük azokat az étkeket, amiket nem fogyasztottunk eddig. A szenteste az még egy böjtös nap, sőt van egy ilyen szokásunk, hogy a szenteste napján, tehát 24-én egészen az első csillag feljöveteléig nem étkezünk, nem veszünk magunkhoz semmiféle ételt, és ezzel is várjuk és böjtel várjuk Krisztusnak a megszületését. Aztán utána az esti tűz szertartás után akkor otthonainkba megyünk, és akkor általában egy ilyen nagyon egyszerű, nagyon könnyű, de még böjtös ételt fogyasztunk, és a mai napon pedig aztán már felmentés van mindenre, és akkor töltött káposztát, mindenféle leveseket, húsokat, süteményeket is eszünk. Idén nem csak a koronavírus járvány miatti korlátozások sújtják a szerb egyházat. COVID-19 fertőzés következtében ugyanis 90 éves korában, a közelmúltban meghalt a szerb pravoszláv egyházfeje. Valóban furcsa évet élünk, vagy éltünk, és talán fogunk is még a közeljövőben élni. Egy számunkra, mi egyházunk számára talán beszélhetünk egy dupla veszteségről is, hiszen amellett, hogy korlátozások vannak, hogy távolságot kell tartanunk egymástól, hogy híveink egy része visszahúzódva otthonában él, nem jön el a templomba. Vannak persze nyilván veszteségek is, bár hál' Istennek itt az egyházközség tagjai között és családjaiban nem volt semmiféle komolyabb betegség és csapás. Emellett viszont az tény, hogy ez a világban jelen van. Emellett az első olyan karácsony, amikor egyházfő nélkül ünneplünk, ugyanis november végén elhunyt a szerbegyháznak a pátriárkája, Irénei pátriárka, és egészen február 18-áig most vezető metropolita, illetve vezető pátriárka nélkül van a szerb egyház. Úgyhogy ez a fajta kettős hiány, az jellemző rányomja a bélyegét a szerb egyházra.
de hittel és bizakodással nézünk a jövő felé, és a hitünk és a bizalmunk az nagyobb, mint a félelmeink. Az ortodox vallásúak új évnapját és vízkeresztet is 13 nappal később ünneplik. A keleti keresztényeknél január 19-ével zárul a karácsonyi ünnepkör, és kezdődik a farsangi időszak.